Önöket. Kopogtat a 2012-es esztendő. Ez annyit jelent, hogy ismét elmúlt egy év. Vendégünk Bábi Attila, a Topolyai Község elnöke. Szeretettel köszöntöm műsorunkban. Jó napot kívánok. Jó, kívánok! Ilyenkor évvégén, következő év elején általában összegezik az elmúlt időszak tevékenységét. Tegyük ezt akkor mai beszélgetésünk folyamán is. Mi az, amit a legfontosabbnak nap tart az Elmúlt esztendőben mire helyezné a hangsúlyt? Ha nem kommunális beruházásokról beszélünk, akkor arról, hogy ez az az év, amikor született egy törvény, igazából az önkormányzatok pénzelésére vonatkozó törvényről van szó, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy az eddig megvalósított 40%-okat a jövedelmi adóból 80%-ra emelték fel és hát ez a törvény október 1-től volt érvényes október, november és december hónapra vonatkozott a 2011-es évben, de igazából ez egy 50 millió dinárnyi töbletet biztosít az önkormányzat számára, és hát a következő évet, ha figyelembe veszük, hogyha hasonló dinamikával valósul meg a költségvetés, akkor ez egy jelentős összeg lesz mindenféleképp az önkormányzat költségvetésében, és lehetőséget ad arra, hogy komoly beruházásokat is végezzen el az önkormányzat. Én azt hiszem, hogy ez volt a legjelentősebb nem csak a Topoly önkormányzat számára, hanem az összes önkormányzat számára is a 2011-es évben, hiszen az év eleje az azt mutatta, hogy sajnos egy szintén költségvetésileg rossz évvel nézünk szemben és hát ez a folyamat megmaradt egészen szeptemberig is, akkor már egy kicsit javult a költségvetésünk a törvény alkalmazása után, pedig én azt hiszem, hogy ezek a mutatók felfelé mutatnak. Igazából ez a törvénymódosítás, ez a transfereszközöknek a megszüntetéséhez vezet majd oda. Természetesen valamilyen módon azért meg fogják tartani ezt a pénzügyi támogatást is azok az önkormányzatok számára, amelyek fejletlenek, vagy kisebb mértékben tudnak ilyen adóformát megvalósítani. De igazából én azt hiszem, hogy ez a változás bizonyította azt is, hogy a topolyai önkormányzat mennyire úgymond alul volt kezelve, ami a transfereszközöket illeti, hiszen valamilyen módon ezek a transfereszközök arra szolgáltak, hogy egy pénzügyi egyenlőséget végezzenek el, az önkormányzatok között, és hát mi nem tudtuk elérni egészen addig, még saját eszközöket nem kaptunk, hogy figyelembe vegyék azt, hogy a Topoly önkormányzat milyen nagy, hogy hány települése van, és ez eszközökre van szükség, hogy ez a rendszer egy ilyen szétszórt tagolt önkormányzat területén működjön ami mondjuk igazából negatív lesz majd ebben a történetben, és ezt meg kell említenünk, az, hogy ezek a pénzek eddig is léteztek, és a köztársasági költségvetésben voltak jelen, tehát abban a pillanatban, amikor a köztársaságnak ez hiányozni fog, és hát a következő évben biztos, hogy hiányozni fog, várhatólag még pótterheket ruház majd rá az önkormányzatokra, valószínűleg megszüntet olyan alapokat, mint amilyen a nagyberuházási alap volt, vagy a nemzeti fejlesztési terv, és az önkormányzatok az esetleg csak regionális jellegű vagy országos jellegű projektumokkal tudnak majd ide pályázni. Az, hogy kis kommunális projektumokkal az önkormányzatok pályázzanak, majd én azt hiszem, hogy a jövőben lehetetlen lesz. Topolya község egyébként a fejlett vagy a fejletlen önkormányzatok közé tartozik? Mi a fejlett önkormányzatok közé tartozunk. Persze természetesen itt is a mutatók kérdésesek, és hát a statisztika az mindig is csalt. Vannak olyan mutatók, ahol Topolyát 21 néhány önkormányzattal mondjuk Belgrád kategóriájába sorolják, hát ezt azért nem lehetne egy napon említeni a topolyai gazdaságot és a belgrádit, és hát a topolyai átlagfizetéseket és a belgrádiakat is. Azért mondom, hogy csal, de ezek a mutatók alapján is középkategóriásak vagyunk. Ami a költségvetésünket illeti, nem olyan régen jelentek meg statisztikai adatok. Mi vezetjük azokat az önkormányzatokat, akik körülbelül ilyen 30-tól 40 ezer lakósú nagyságúak. Ott vagyunk a 30 valanyadik helyen, a 150 egy néhány önkormányzat részéről. Igazából hát ez is statisztika, és hát nem is biztos, hogy ez annyira jó mutatók, hiszen igazából tudjuk, hogy milyen komoly a gazdasági válság, hogy mennyi a munkanélküliek száma, és hogyha így szemléljük, hogy topolya olyan jó áll, akkor az elkövetkező 120 az kérdéses, hogy milyen helyzetben van, és hát, hogy mikor fog egyáltalán kilábalni ezekből a gondokból. Azt hiszem, hogy sokan kétségbe vonják azt is, hogy topolya olyan borzasztóan jó állna. Egyébként hol van a határ? hol billen át a fejletlenből a fejletbe egy község? Ez kérdés, itt az átlagfizetést, a megvalósított bruttó terméket szokták figyelembe venni, és hát természetesen ezek a mutatók a nagyobb városokban sokkal nagyobbak. Mi középkategóriás települések vagyunk, de hát a statisztikában úgy határozták meg, hogy még ezek a középkategóriás fejlettségű önkormányzatok is a fejlettek között számítódnak. Nagyon sok délszerb a önkormányzat a fejletlen, és hát a környékünkből hegyes az, ami, ami konstans belesik ebbe a kategóriába. Nos, akkor nézzük tovább, hogy lehetne fejleszteni a községünket, illetve mi az, ami megvalósulhatott az elmúlt időszakban. Azt hiszem, hogy ha topolyán maradunk, akkor itt van néhány szemmel látható változás, gondolok, gondolok itt például a terekre. Az idei évben eldöntöttünk, hogy megpróbáljuk a városközpontot egy kicsit átalakítani. Természetesen annyit tudtunk ráfordítani, amennyivel rendelkeztünk, és ebből sikerült eddig igazából két teret kialakítanunk. A Gyindics teret és természetesen a könyvtár mögötti teret, aminek még mindig egy időre nevet nem adtunk, de ez vár majd bennünket a következő időszakban. Ezt a teret körülbelül 14 millió dinár ráfordítással tudtuk kialakítani, gondolok itt a Gyindics térre is, és még folyamatosan folyik az átalakítása, hiszen most a téli időszakban a közvilágítást fogjuk még megoldani ezen a részen, nem csak ezen a részen, hanem az egész központi részen, ahol eddig még ezekre a modern égőkre nem voltak kicserélve a, kicserélve a közvilágítás de ugyanakkor már elkezdődtek a munkálatok, egyelőre még csak a bontási munkálatok a katolikus templommal szembeni benzinkúton, tehát itt is egy új arcolatot fog kapni Topolya központja, hiszen annak idején politikailag lett az elérve, hogy egy benzinkút oda kerüljön a katolikus templommal szemben, sem parcellája nem volt neki se építkezési engedélye, hogy annak idején felépüljön ide, és hát ez sikerült most már idestova több minden, 40 év után elérni, hogy ki tudtuk helyezni a városból, és hát a helyére kerülhetnek más tartalmak. Igaz, nagy tartalmat nem tudunk adni, de folytatni szeretnénk a bicikli utat, amely a Vénusznál fejeződik be. Parkolókat szeretnénk a templom miatt kialakítani ezen a részen, tehát kicsit gazdagítani, szebbé, szebbé, tenni ezt a sarkát is az utcának. És ott van nem messze ugye a felvonulástér. Ami a felvonlási teret illeti sajnos, az még egyelőre egy szomorú történet a beruházásoknak. Igazából a nagy alap egyik projektumja volt ez a tér is. Annyit sikerült elérnünk már, hogy egy részét a munkálatoknak kifizették a nagyberuházási alap részéről, és hát reményeink szerint ez a munka tavaszra folytatódni fog, és be is fog fejeződni. Még a Diák Otthon az szintén egy olyan projektum, amit még a nagyberuházási alap valószínűleg be fog fejezni, de más egyéb projektumot sajnos már a nagyberuházási alaptól nem várhatunk. Ezért is gondolkodtunk azt, ami a jövő évi terveket illeti, hogy át fogjuk vállalni a körforgalmat az Entai úton, hiszen ez is egy olyan projektum volt, ami jóváhagyást is kapott a nagyberuházási alaptól. Pénz is lett biztosítva, természetesen papíron, csak a szerződések nem lettek egyenlőre aláírva, és hát úgy gondoljuk, hogy itt az önkormányzatnak lépnie kell mindenféleképp, hiszen képült egy út 50 millió dináros beruházással, és ez nincs még rácsatlakoztatva kommunikációs vonalra, zentajútra. Folyamatosan érkeznek a út mentén lakók panaszai, hogy teherforgalom folyik a kis utcákon, az Entai úton, és hát ezt szeretnénk megoldani, körülbelül egy 20 millió dináros beruházásról lesz szó, és hát reményeink szerint tavaszra meg is fogjuk csinálni, és azt hiszem, hogy akkor a nagy beruházási alapot is, mindazokat a projektumokat, amelyeket már elkezdtek topolyán, be is fogjuk fejezni. Szomorú történet, különben a motel és a Vénusz története is. Itt történhet előrelépés? Nagy előrelépés nem várhatunk, tehát még mindig várat magára a felértékelése az objektumnak. Sajnos a felértékelése az csak egyik lépése annak, hogy igazából az önkormányzat mit tud majd kezdeni ezzel az objektummal, hiszen itt olyan nagymértékű beruházásra van szükség, hogy ezt az önkormányzat költségvetése igazából nem tudja elviselni gondolkodtunk is azon, hogy mit tudnánk, milyen célokra tudnánk fordítani ezt az épületet, és hát egyedül akkor volna értelme, hogyha az önkormányzat értékesíteni tudná az összes ingatlanát, ahol jelenleg van, tehát a polgármesteri hivatalt, a közigazgatási hivatalunkat, esetleg a közvállalatunk épületét, és mindannyian ide költöznénk erre a lokációról, ami egy attraktív, attraktív, lokáció, csak túl nagy ahhoz, hogy racionálisan tudnánk igazából működtetni. Az önkormányzatnak szüksége van mindenféleképp egy új épületre, egy új helyszínre, de ez inkább a volt katonai győztály épülete volna, hiszen ezt az épületet racionálisan tudná úgymond belakni az önkormányzat, hiszen ez irodai épület volt, valamikor is úgy készült, hogy, hogy irodai dolgozók tudjanak benne dolgozni, mozgatható falakkal és egyebekkel, és én azt hiszem, hogy maga a karbatartás, a fenntartás se kerülne annyiba, hogy ezt az önkormányzat ne tudná majd elviselni. Itt is már lépéseket tettünk, hát egyelőre még ennek az épületnek is túl nagy a zára ahhoz, hogy a az önkormányzat meg tudná ezt vásárolni. A hadsereg tulajdonában van természetesen. Én a hotelnak az épületét azt úgy tudnám elképzelni, hogy igazából az önkormányzat közbejárásával, de valamilyen szinten magántőke kerülne abba az épületbe, valaki megvásárolna, és akkor már tudná gazdasági vagy egyéb célokra, turisztikai célokra felhasználni ezt az épületet. A konkrét lépések akkor még váratnak magára. Váratnak? Hát addig a pillanatig nem tudunk tárgyalni, amíg igazából a felértékelése ennek az épületnek nem történik meg. Nos, akkor menjünk egy kicsit kifele a Topolyai-tó ugyanis, hogyha az idei évet nézzük, és hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor el kell mondani, hogy a tóparton folyamatos a fejlődés, és ez az a létesítmény, illetve a körülötte levő objektumok, amelyek maximálisan ki vannak használva a nyáron, így van? Igen, mindenféleképp itt is felújításra van szükségünk, hiszen már a nyár folyamán észre lehetett venni, hogy a, azok a stégek, amit a fürdőzők használnak, rossz állapotban vannak, és hát az önkormányzatnak mindenféleképp eszközöket kell szállni a felújításra képviselőtestületen fel is tették a kérdést, hogy miért éppen télen fordítunk pénzeket a strandra. Hát én azt hiszem, akik annak idején a stégek kiépítését is figyelték, azok tudják, hogy hát igazából akkor lehet dolgozni a fafelületek felújításán, hogyha befagyató, és rá lehet majd menni a jégre. Úgyhogy ezért is szántunk pénzeszközöket az idei évi, és hát a jövő évi költségbetésben is részben arra, hogy felfogjuk a strandot újítani. Új tartalmat szeretnénk adni a strand felett levő erdős résznek is a faiskolának, hiszen már annak idején két évvel ezelőtt vizet víz, oda az áram, és oda lett húzva most turisztikai helyeket, kempingező helyeket szeretnénk kialakítani, és ezeken a kempingező helyeken szeretnénk biztosítani betonpadokat, de úgy szintén áramot is és vizet is. Ez nagy beruházás? Nem, nem nagy beruházásról van szó igazából. Itt én szerintem az lesz elsősorban majd a gond, és hát ezen gondolkodunk eddig is, hogy hogyan is, milyen módon tudjuk megőrizni azt, amit oda kiviszünk, hiszen folyamatosan megtörténik az, hogy a kintlevő házikó, amelyben a víz és az áramcsatlakozások vannak, az folyamatosan fel van törve, ki van rabolva, úgyhogy itt igazából azon kell majd gondolkodnunk, hogy mege tudjuk őrizni azokat a tartalmakat, amiket oda kiviszünk. Nem beszéltünk még az ipari parkról. Ott is folyamatosak a munkák, de még beruházót nem sikerült ide vonzani. Mi lehet ennek az oka. Hát, elsősorban az az oka, hogy külföldi beruházók az általános politikai helyzet miatt nagyon nehezen választják Szerbiát. Az a kevés külföldi beruházó, aki ide jön hozzánk, az elsősorban politikailag és központilag is a nagyobb városokban van irányítva. Hoztak egy olyan kormány,

támogatják a külföldi beruházókat az alapján, hogy hány munkást alkalmaznak, és körülbelül háromszoros támogatást kapnak azok a vállalkozók, akik az 50 ezer lakostól nagyobb településeken ruháznak be. És hát ez egy érdekes történet, amit én azt hiszem, hogy csak itt Szerbiában működik, hogy igazából mi a külföldi beruházókat támogatjuk azért, hogy eljönnek, de mondjuk a hazai beruházókat nem nem támogatjuk azért, hogy céget alapítsanak, hogy vállalkozzanak, és ez érdekes dolog, hiszen a külföldi beruházó nagyon sokszor milliónyi eurónyi összegeket kapnak azért, hogy a vállalkozásukat kiépítsék, utána pedig néhány év múlva, amikor ezek a szerződések lejárnak, akkor összecsomagolnak és elmennek olyan helyre, ahol sokkal alacsonyabb a munkabér, vagy esetleg jobb feltételeket kapnak, és hát akkor jelentkeznek majd ugyanazok a gondok, amelyek ma is léteznek. Másrészt pedig hát nem törekszünk arra se, si, hogy elosztasztjuk azt a fámát, ami a külföldi beruházásokat illeti, hiszen a külföldi beruházó azért jön ide hozzánk, hogy profitot valósítson meg. Ezt a profitot csak úgy tudja megvalósítani, hogyha alacsonyan tartsa a munkabéreket. Tehát abban a pillanatban, amikor már szakszervezeti vagy az általános politikai helyzet miatt a munkások megkövetelik a magasabb béreket, akkor ezek a külföldi beruházók összecsomagolnak is elmennek elmennek Indiába, elmennek Kínába, és hát ez az igazság az, amit nem mondanak el az embereknek, hogy hát jönnek majd a külföldi beruházók, de igazából azok a külföldi beruházók, azok szeretnék a továbbra is 200-300 eurónyi havi fizetése lenne az embereknek, mert hogyha nagyobb lesz, akkor ő nekik már ez a történet nem érdekes. Munkahelyteremtés szempontjából milyen volt az elmúlt esztendő? Én azt hiszem, hogy relatíve jó volt, függetlenül, hogy ilyen rossz gazdasági helyzetben is ennyi munkanélkülnél kérdéses, hogy, hogy mi az az egyáltalán jó. De például néhány olyan vállalatunk, ami nem működött eddig, elkezdett újra dolgozni, a LOR cég újra elkezdte alkalmazni a munkásokat, tehát ez volt az, ami igazából csökkentette a munkanélküliek számát. És hát én azt hiszem, hogy ez lényeges is volt, hiszen ha meglássuk azt, hogy Belgrádban például komoly kormányküldöttségek adnak át járat, ahol mondjuk 150 munkást alkalmaznak, akkor sajnos tudjuk, hogy milyen szinten van jelenleg a beruházások és a foglalkoztatás is ebben az országban. Mi a saját önkormányzati politikánkat úgy alakítottuk ki, hogy inkább a helyi vállalkozókat, kis és közép vállalkozókat próbálnánk támogatni, és ösztönözni arra, hogy esetleg a beruházás az ipari parkba vigyék ki, már történtek is ilyen jellegű, jellegű hiszen az uniós szabványok szerint, a standardok szerint nem lehet majd néhány év múlva a város területén belül olyan tevékenységet kell végezni, ami szennyezi a környezetet, zajt okoz és egyebeket, és ezeknek kellene, hogy legyen igazából helyük a mi ipari parkunkba, de jelenleg már körülbelül úgy állunk, hogy 35 hektárnyi területünk fel van parcellázva, és várja beruházókat. Tehát, hogyha külföldi beruházó is meg fog jelenni, akkor őnek is tudunk lehetőséget adni. Az infrastruktúrát is nagyjából sikerült kialakítanunk, és hát folyamatosan részt veszünk a különféle kiállításokon, vásárokon, ahol ilyen jellegű kínálatot tudunk is adni. Néhányszor magam is jelen voltam, és hát sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés az érdeklődő. Nem a topolyai ipari park iránt, hanem egyéb iránt az ilyen rendezvényekért. Tehát az, amit az előbb említettem, az még mindig sajnos fennáll, hogy nem tartsák túl jónak és stabilnak a politikai helyzetet a külföldiek, hogy ide ruháznának be. Az órára nézek, és látom, hogy közeledünk a beszélgetés vége felé, pedig még annyi mindenről nem beszéltünk, amit azonban mindenféleképpen megemlítenék, az az ösztöndi programja a Topolyai Községi Önkormányzatnak, amelyről azt hiszem, hogy elmondható, hogy környezetünkben az egyed, egyedülálló, hiszen már évek óta tart. Milyen eredményét látja ennek? Azt hiszem, hogy van eredménye, és hát most már a, a diákok is kezdik érezni. Néhány nappal ezelőtt volt egy találkozunk épp a legsikeresebb, a legjobb egyetemistákkal. Őket külön ösztönözte az önkormányzat, és minden évben megjutalmazza azokat az egyetemistákat, akik az adott évben tízes átlaggal rendelkeznek. Három ilyen egyetemistánk volt az idei évben és hát velük beszélgettünk el az egész ösztöndi programról, és hát meg is köszönték ezt a támogatást, mindannyian élvezik az önkormányzatnak az ösztöndíját, a támogatását, de úgy szintén adtak javaslatokat is, az ő véleményük szerint egy kicsit jobb volt az a rendszer, amit ezelőtt alkalmaztunk, aki mindenkinek juttatott valamilyen szintű támogatást. Mert e, most hát bizonyos feltételekhez vannak kötve, hiszen néhány évvel ezelőtt elgondolkodtunk, azon, hogy érdemese úgymond valamilyen egyenlőségi jelet tenni mindenki közé, vagy egyszerűen megpróbáljuk azokat motiválni, akik kicsit jobb eredményt értek el, vagy esetleg rangsoroljuk az egyetemeket, amelyekre járnak is. Hát nem mellékesen, de minden évben körülbelül 5 10 ösztöndíjas szerződést megkötünk a hiányszakmát tanuló diákok, diákokkal, és hát itt azt tudom mondani, hogy azok a diákok, akik hiány szakmát fejeztek be, azok a mai napig, akik befejezték és lediplomáztak, azok munkához is tudtak jutni, tehát nem véletlen és nem sikertelen ez a programunk. És itt körülbelül, ha összeszámoljuk az elmúlt 5-6 évet, 50-60 egyetemistát támogattunk ilyen kiemelt ösztöndíjjal, és hát amióta ez a kiemelt programunk létezik, pedig körülbelül 150 egyetemistát támogatunk évente az ösztöndíjankkal, ez az ösztöndi körülbelül 2500-tól 5000 dinárig mutat, attól függően természetesen, amit az említettem, tehát az átlagtól függ attól, hogy milyen egyetemre járnak, és hát milyen szakmát tanulnak a diákok. Elnök úr, két mondatban, hogy néz a következő év elé? Én azt hiszem, hogy nehéz évünk lesz a következő év, nem lehetünk túlzottan optimisták. Abból is kifolyólag, hogy a vezető politikusaink milyen kijelentéseket tesznek, tehát most már én azt hiszem, hogy megpróbálnak őszintén nyilatkozni a polgárok felé. Kérdés az, hogy a polgárok ezt mennyire fogják értékelni, de a gazdasági válság az még mindig nem fejeződött be, és hát egy olyan ország esetében, amely Szerbia is, ami így is úgyis válságba volt, én azt hiszem, hogy még rosszabbak a mutatók. Nem lesz könnyű az elkövetkező időszakban sem az önkormányzatban dolgozni, de hát én azt hiszem, hogy a, az általán most is az átlag élet is bajok lesznek. Plusz választási év is lesz. A választási év az általában, ezt, ezt a választópolgárok szokták így mondani, hogy az mindig jót szokott hozni, mert legalább addig a pillanatig, amíg a kampány tart, vagy még a választás le, le, nem biztos. bonyolódik, addig egy kis ígérgetés csúrral is ha. csöppen, csöppen is akkor a gondok majd a választások után lesznek. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk az önkormányzat minden dolgozójának. Köszönöm szépen, és hát én is kellemes ünnepeket kívánok minden egyes tévénézének.